Levente, a finom lelkű költő, szakmai történetet tálalt a pohárkal szamorodni mellé, amelyel szőnös gazda kedveskedett. Mentori viszonyt ápolgat velem Diána, a formás költőnő. Bizonyára szüksége van még formálódásra, vélte elmerengve szép asszony. Nem kétséges folytatta Levente. Diána forma készsége igen sokat fejlődött az évek során, gondolatai azonban annyit sem mélyültek, mint az ujjam az asztal márványlapjába. Pedig már három verses kötete is megjelent. Formai okokból bólogatott rezesorú drámaíró. Ezt nem kétlen mosolygott a költő, hanem a siker nem csupa öröm. Diana minap zokogva hívott föl. Olvasta Levente a kritikusok ellenem irányuló ösztüzét. Ki akarnak csinálni, meg akarnak ölni, ne törődjék velük, Diana. Lé kritikuszök le Próbálkoztam egy hozzá gyöngített tréfácskával. A költőnő abba hagyta a hüppögést. Ne haragudjon, Levente, sajnos nem értek franciául.